Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az ELT piaci körkében, február 13-a, hétfő van, új hét, új lehetőségek. Ugye múlt héten túl sok lehetőségről nem beszélhettünk, alacsony forgalmak és csapkodás jellemezte a piacokat, viszont ez is a piaci folyamatok része, mert ezeknek a csapkodásoknak köszönhetően alakulnak ki később azok az alakzatok, akár dupla aj vagy egyéb formáció, ami után lesznek majd a jó lehetőségek, és ez benne van a pakliban, hogy nem tudunk minden héten kereskedni, vagy csak rövid távon tudunk az adott héten kereskedni. Az ilyen napokon nem kell erőltetni a kereskedést, el kell engedni az ilyen időszakokat, és majd egy következő alkalommal bepótoljuk ezeket a lehetőségeket, úgyhogy meg is nézzük mindjárt, hogy mi vár ránk a héten. Szokás szerint ugye Forex Factory oldalával kezdünk, hogy milyen hírek várhatóak. Igaz, hogy a múlt héten is voltak kiemelt hírek, de ezek nem hozták meg azokat a mozgásokat, hát ezen a héten kicsit jobb eséllyel tudunk majd kereskedni, úgyhogy folytatás következik a Forex Factory oldalán. És már láthatjuk is a hétfői napot, nem túl sok adattal számoltunk, viszont lesz egy kiemelt hírünk a délelőtti órákban, mégpedig CHF párokon, CPI adatok, ezek fontos adatok lesznek, meglátjuk, hogy ez a délelőtti órákban milyen mozgásokat fog hozni. Ugye általában hétfőt azt el szoktam engedni, megvárom, hogy a napos gyertyák lezárjanak, mert a délutáni csapkodásból igazából szeretek kimaradni, és látni szeretném, hogy hogy zárnak a napos gyertyák a nap folyamán. Tovább haladva a keddi napra már lényegesen több adattal számoltunk, és a délelőtti és a délutáni órákban is lesznek kiemelt hírek. Itt a délelőtti órákban GDP adatokra lehet majd számítani, és ami igazán fontos lesz, az a délutáni CPI adatok Amerikából. Itt erre érdemes lesz figyelni. Ilyen hírek után mindenképp csak is napos gyertyazárásokra várni. Ezek hozhatnak akár momentum gyertyákat is, hogyha olyan adatok jönnek, úgyhogy erre mindenképp érdemes lesz figyelni a keddi napon. Így mehetünk is tovább a szerdai napra. Itt a hajnali órákban Ausztráliából jönnek kiemelt hírek, aztán a délelőtti órákban az angol fonton CPI adatok, ezek fontos adatok lesznek, és ami igazán érdekes lesz, az a délutáni retail sales eladási adatok Amerikából. Ez megint hozhat hevesebb mozgásokat. Az ilyen napokon mindenképp óvatosságra intenék mindenkit, hogy a hírek közelében kereskedjen, vagy belépéseket keresem, mert ezekből jönnek a délutáni csapkodások, és inkább a napos gyertyákra érdemes koncentrálni. Tehát a kedd és a szerdai hírek akár be is indíthatják az árfolyamokat, és bízunk benne, hogy a nap végén lesznek jó belépési lehetőségeink, de megyünk tovább a csütörtöki napra. Itt a hajnali órákban fontos adatokra lehet számítani Ausztráliából, munkanélküliségi adatok lesznek, de ezek mindig fontos adatok, és aztán a délutáni órákban fontos kiemelt hírek jönnek Amerikából. Tehát úgy néz ki, hogy a héten a legtöbb hír az Amerikából jön, tehát erre érdemes figyelni dollárpárokra, az ausztrál párokra és a GBP párokra a jelenlegi állás szerint. És aztán még itt a délutáni esti órákban is lesz egy fontos beszéd ausztrál dollár párokon. És aztán a pénteki nap elég csendesen zajlik, de meglátjuk, hogy ezek a hírek milyen mozgásokat hoznak, és mennyire lesz kihatással ez a pénteki napra. Tehát jelenleg így állunk, legalábbis hírek tekintetében. Talán ezek a hírek kicsit fontosabbnak tűnnek, mint a múlt heti hírek voltak, és a múlt heti csapkodásnak köszönhetően remélhetőleg kialakultak olyan alakzatok, amiből már csak a forgalmi gyertya hiányzik, és ezek a hírek meghozzák nekünk ezeket a forgalmakat. Úgyhogy ezt fogjuk most mindjárt kideríteni, hogy a múlt heti hetes gyertyáknak köszönhetően milyen új lehetőségek várnak ránk a héten, úgyhogy folytatás következik a csártokon. És már láthatjuk is az USA dollár index 7-es gyártyán. Ugye itt volt az utolsó legmélyebb 7-es gyártyán, mivel fontos szintre érkezett az árfolyam, megjött az a bizonyos heves mozgás, és nagyon szépen ugye a múlt heti 7-es gyártya már a szint fölött tudott zárni. Egyelőre csak ezt a trendvonalat teszteltük vissza. A kérdés csak az, hogy itt a következő napoknak köszönhetően, mivel fontos hírek jönnek Amerikából, hogy a szintek felett tud-e maradni az árfolyam, és megyünk tovább esetleg a következő szintig, akár ide is feljöhetünk. Hogyha ráhúzunk egy Fibonacci-t erre a szakaszra, akkor eldönthetjük nagyjából, hogy hol lehet az a következő szint, ahova elvárhatnánk. Ugye jelenleg még a 23-as Fibonkat nem tudta átvinni, tehát itt még simán elakadhat az árfolyam, jöhet egy visszatesz, és aztán utána mehetünk a 38-as Fibóig, tehát ennek a szintnek a környékére várnám el első körben, hogyha a 7-es szint felett tud maradni az árfolyam. Tehát azt már tudjuk itt a 7-es csárton, hogy 7-es szintek felett vagyunk, tehát akár jöhet hosszabb távú folyamat is, viszont a kisebb idősíkon látjuk majd az alakzatokat és a folyamatokat, és hogy mikor lehet ebből jó belépés, ezt kell türelmesen megvárni majd a kisebb idősíkon. Tehát egyelőre rövid távon mindenképp dollár erősödést várnék. Ami viszont rossz hír lehet a dollár pároknak, szokás szerint végigmegyünk a főbb devizapárokon, dollár, japán és CF párokon, és a dollár párokkal kezdünk, úgyhogy vágjunk is bele.
Első dollár párunk nem más, mint a GBP USD. Ugye itt az látható, hogy felérkezett az árfolyam egy fontos szintre, és most már jó ideje egy ilyen megpihenő szakaszban van. Ugye itt két dolog lehet, vagy jövünk lefelé, vagy aztán megyünk tovább felfelé, vagy maradunk az oldalazós sávban. Ugyanis ugye van egy kereskedési sávunk, ahogy ezt a pénteki videómban is említettem, van egy utolsó visszatesztünk, tulajdonképpen amíg ennek a mélypontja nem sérül szignifikánsan lefelé, nem tesztelődik vissza, addig nem lesz komoly folyamat lefelé sem. Viszont, hogyha esetleg jó hírek jönnek, és rossz hírek Amerikából, és jó hírek Angliából, akkor simán visszazárhatunk ide a szintek környékére, visszatesztelhetjük akár a hetes szintünket, és aztán meglátjuk, hogy át tudja elvinni ezt a hetes szintet, és megyünk tovább felfelé, vagy maradunk itt a kereskedési sávban, és itt fog pattogni még egy darabig az árfolyam. Úgyhogy ez a következő időszakban ez ki fog derülni. Itt van egy kanonzós kis gyertyánk, ami esetleg jelzésértékű lehet, hogy jöhet egy kisebb visszateszt, ugye az esés után. Itt megfordulhat az árfolyam, mivel leérkeztünk egy fontos szintre, rövid távon jöhet egy kis visszateszt. Viszont arra érdemes figyelni, hogy egy oldalazó szakaszban vagyunk, tehát nem trendelő szakaszban, itt mindenképp csak rövid távon gondolkozható, és amíg nem lesz egyértelmű kitörés vagy lefelé, vagy felfelé, és az abból való visszatesz, addig nem lesznek hosszú távú folyamatok, tehát itt mindenképp nagyon gyorsan el kell tenni a profitot, hogyha pluszban van, és nem kell túl sokáig a pozikban ülni. Szerintem a többi dollárpáron is hasonló technikai kép fog fogadni, ezért csak gyorsan véglapozom őket, euró, USA dollár. Itt is ugye egy kis lejtmenetben vagyunk, itt akár visszatesztelhetjük a trendvonalunkat is, visszajöhetünk előző csúcsokra, amiket áttörtünk, bármi megtörténhet. Jelenleg most ugye még shortosban vagyunk, tehát nincs fordulós zöld gyertyánk, ilyenkor mind a két irány játszik. Lehet, hogy visszateszteljük egy picit ezt a hetes szintet, és aztán utána jövünk tovább lefelé egy nagyobb menetre, attól függően, hogy itt a következő napokban milyen hírek jönnek Amerikából, de ezt majd a kisebb idősíkon látjuk ezeket a folyamatokat. Tehát rövid távon most azt látjuk, hogy sérültek a hetes szintjeink, bejöttünk árfolyam szintek alá, viszont itt azért még vannak előző szintek, amiket esetleg visszatesztelhet, és onnan jöhet egy visszapattanás is, tehát itt most még hosszú távú folyamatokról szintén nem lehet beszélni. Itt még jó belépési lehetőségről nem beszélhetünk, így megyünk is tovább, NZD-USD a következő. Itt is hasonló a technikai kép, mint a GBP-USD-nél, fent vagyunk egy fontos szint környékén. Van egy oldalazós kereskedési sávunk, itt is hasonló technikai kép alakult ki, gyertyaformáció, mint a GBP-USD-nél, ami rövid távon azt jelenti, hogy esetleg jöhet egy kis felpattanás, és itt pattoghatunk ebben a kereskedési sávban. És ugye meglátjuk, hogy majd ebből a sávból ki tudunk-e törni valamilyen irányba, vagy lefordul még egyszer, és majd csak a második menetben indul el újra. Van egy fontos trendvonalunk, ahova felvárnám az árfolyamot, de előtte akár jöhet még egy visszateszt is, mind a két irány most jelenleg benne van, viszont amíg ebből a sávból nem tudunk kitörni, addig csak oldalazunk, és rövid távon most felfelé gondolkoznék. Hogy itt esetleg lesz-e jó belépési lehetőség rövid távon, ez majd a kisebb időségon eldől. Megyünk tovább, és akkor utolsó dollár párunk, ausztrál dollár, USA dollár. Itt ugye egy fontos szintet használok most, a két évvel ezelőtti mélypontot. Ugye ide jött fel az árfolyam, és már alá is jött ebben a nagy marokbazos gyertyában a szint alá, és most tulajdonképpen a múlt héten ennek a szintnek a visszatesztje volt. Itt most két dolog lehetséges, vagy megyünk tovább felfelé, és a szintek felé tud zárni mondjuk az árfolyam, vagy pedig innen lefordulva újra elindulunk lefelé, ez majd a jövő zenéje, tehát itt most egy oldalazós, csapkodós időszak jöhet, amíg nincsenek egyértelmű jelzések, hogy mi lesz az adott irány. Mivel fontos szintek környékén vagyunk a dollárpárokon, ezért jöhet csapkodás, erős mozgások, ezért ezeket a párokat inkább most kerülném kereskedési szempontból, és inkább nézzük meg azokat, hogy hol van nagyobb mozgásra lehetőség, nagyobb elmozdulásra, és inkább azokat a párokat részesítsük előnyben. Ennyit a dollárpárokról, megyünk tovább a japán párokra, USA dollár japánnál kezdünk. Itt ugye ennek az esésnek van egy utolsó legmélyebb gyertya, ez a zöld gyertya, és azóta 1-2-3-4 hét telt el úgy, hogy igazából nem nagyon történt semmi, de jelenleg most felfelé próbálkozik az árfolyam, tehát próbálja áttörni ezt a hetes szintet, és meglátjuk, hogy milyen messzire jut majd. Ide is rá lehet húzni akár egy Fibonacci-t, és meg lehet nézni, hogy a jelenlegi állás szerint hol várhatnánk el. Ugye itt van még egyelőre a 23-as, tehát a 23-as Fibót még nem tudta átvinni. Ha esetleg ezt át tudná vinni, akkor ugye a következő szint ez a 38-as szint lesz, és innen akár le is fordult, és egy ABCD alakzatba jöhetünk tovább is lefelé, vagy esetleg megyünk egy nagyobb visszateszre, ez még a jövő zenéje. A kérdés csak az, hogy a héten a szint fölött tud-e maradni az árfolyam.
Ez annyiból lehet érdekes, mivel hetes szint környékén vagyunk, és ugye mindig az elindulásokat keresem, viszont még nincs lezárt hetes gyertyánk, ami azt jelenti, hogy most még mind a két irány játszik, és nem biztos, hogy a hétvégére a hetes szint felett marad az árfolyam. Viszont a kisebb időségben úgyis látni fogjuk a folyamatokat, és rövid távban, tehát mindenképp csak rövid távban gondolkozni, mert általában ezek az első gyertyák nem szoktak túl nagyok lenni, tehát az azt jelenti, hogy kis elmozdulás várható a héten ezen a páron, viszont az nem jelenti azt, hogy nem lehet esetleg egy rövid belépőre majd belépni, de mindenképp érdemes azokra a párokra koncentrálni, ahol a szintek felett vagyunk, megvan már a lezárt hetes gyertya, és az abból való elindulást kereskednénk. Nem biztos, hogy találunk ilyet a héten, ezért ezekre a párokra fontos figyelni, hogy itt mindenképp csak rövid távon lehet gondolkozni. Így megyünk is tovább a következő pár, ami nem más, mint a GBP japáé. Itt még mindig nyitva van a pozíció. Ugye arról beszéltek már egy ideje, mindjárt kicsit összefúzom a csártot, ugye, hogy amíg a két évvel ezelőtti szint felett tud maradni az árfolyam, addig tartom ezt a szituációt, mert jól láthatóan egyelőre csak az történt, hogy áttörtük nagy gyertyával ezt a két évvel ezelőtti legmagasabb pontot, megjött a visszatesztje, és nézzük meg, hogy hány hétnek kell eltenni, mire ebből esetleg egy jó kereskedés lesz, és hogyha továbbra is a szintek fölött tudunk maradni, akkor jó eséllyel rövid távon mehetünk felfelé. Itt viszont már látunk egyfajta alakzatot, egy ilyen majdnem kis dupla aljat is, tehát volt egy ABCD alakzatban lejövete, tartja magát egy fontos éves szint, itt is megjönnek az alakzatok, és utána a kisebb idősíkon lehet finomítani a belépőket, viszont mivel itt is ugye a piros gyertya után várnék egy zöld fordulós gyertyát, mindenképp meg kell várni, hogy ez a hét hogy zár, aki esetleg még nem lépett be. Tehát a jelenlegi állás szerint még van remény, hogy visszazárhatunk pluszban, és esetleg elindul felfelé az árfolyam, és akkor ebből akár lehet egy ilyen ABCD alakzatba feljöttünk ide első körben, ide a nyakvonalig. Ugye itt van még azért egy kis belső nyakvonalunk, a lenti nyakvonalunk, tehát mindenképp idáig várnám csak első körben, és hogyha át tudja vinni, akkor mehetünk esetleg hosszabb távon is. Jó, de megyünk is tovább, következő párunk az Euró-Japánje. Itt is ugye múlt hét egy nagyon szép kis visszatesztben visszajött, tehát volt egy első lábunk, van egy második lábunk, majd ezt a kisebb idősíkon jobban látjuk. Ide most már lassan be lehet húzni egy trendvonalat, itt is van egy trendvonalunk, és meglátjuk, hogy ez a trendvonal tartja-e magát, és hogy itt ebből a hold zónából ki tudunk törni, akkor a következő célár itt is ugye az áttört hetes szintünk, tehát visszatesztelődhet a hetes szint, és még innen simán utána újra lefordulhatunk, de ezek folyamatok, amiket végig kell várni, ezeket a visszateszteket. Itt is ugye még nincs lezárt fordulós gyertyánk, de ha így marad minden, az is reményre adhat okot, hogy akkor jöhet egy kisebb felpattanás ezen a páron is. Lezárt fordulós gyertyát itt sem találtunk, tehát megyünk is tovább, következő NZD japánje. Itt is hasonló a technikai kép, mint a GBP-nél, nézzük meg, a két évvel ezelőtti szint felett tudott maradni az árfolyam, itt is egy nagy lendülettel áttörte, majd 3 hét kellett, mire visszatesztelte csak ezt a szintünket, és most, hogyha esetleg ez a zöld gyertya, ami most még csak hétfő van, ugye, itt még bármi megtörténhet, de hogyha továbbra is zöldben marad, és esetleg hétvégére zöldben zár, akkor akár ez lehet egy fordulós gyertya is, ami azt jelenti, hogy akkor rövid távon mindenképp felfelé lehet majd gondolkozni, viszont most még mind a két irány játszik, addig, amíg nincs egyértelmű jelzés. Itt a japán pároknál már elég régóta egy oldalazó szakaszban vagyunk, tehát sávokban lehet gondolkozni, ugye ez a kereskedési sávunk jelenleg, és amíg ebből nem tör ki valamilyen irányba szignifikánsan, addig nyilván sávon belül kereskedünk, de ezek nem a legjobb kereskedések lesznek, mert nincsenek igazán trendirányok. És sajnos a piac 70%-ban ezt csinálja, oldalazik, és utána rövid távon, hogy esetleg át tud törni fontos szintet, akkor tud egy ideig trendelni. Ezért nehéz most a kereskedés is, mert a legtöbb devizapár most igazából fontos szintek környékén van, oldalazásban vannak, nincsenek irányok, és ezért nehéz tulajdonképpen most a kereskedés, de megyünk tovább, és akkor utolsó japán párunk, ausztrál dollár japánja. Itt is ugye van egy lejövetelünk, egy ilyen ABCD alakzatban, ennek az egésznek a lejövetelnek a legmélyebb pontja ez a gyertya, ezt még nem tudta szignifikánsan átvinni. Itt is ugye már jó ideje szórakozik az árfolyam, és itt is ugye várunk arra, hogy legyen egy zöld fordulós gyertyánk, és esetleg a szintek fölé tudjon zárni, és akkor itt is rövid távon mehetünk felfelé. Ez a héten akár ki is alakulhat, ha minden így marad. Tehát a japán párokban lehet rövid távú kereskedési lehetőség, de ezt majd a kisebb idősíkon fogjuk jobban tudni megvizsgálni. Ennyit a japán párokról, és akkor jöjjenek a CHF párok, USA dollár CHF. Ugye itt a pénteki videóban is arról beszéltem, hogy volt egy utolsó legmélyebb pontunk, leérkeztünk az előző évnek a mélypontjára, és most tulajdonképpen itt oldalazunk, tehát láthatjuk, hogy inside báron belül vagyunk, tehát ez megint nem a jó kereskedésekről szól, akkor lesz érdekes a kereskedés, ahol már a hetes szintek felett vannak az árfolyamok, és ott figyelek rövid távon, mint például az USA dollár japánjennél.
Ahogy a napos csárton is ugye azt keresem, hogy hol van a napos szintek felett az árfolyam, a hetes csárton is ezt keresem, és az ilyen párokat elengedem, és amíg nincs egyértelmű jelzés, fordulós gyertya, addig nincs okom, hogy kereskedjek rajta. Így megyünk is tovább, következő a GBP-CHF. Itt is ugye most már egy ideje oldalazik az árfolyam, ugye most már a 2 évvel ezelőtti mélypontot használom szintnek, és meglátjuk, hogy tartja-e magát ez a szint, vagy esetleg újra bejövünk a szintek alá, és jövünk lefelé, még bármi megtörténhet. Amíg itt nem lesz egy fordulós gyertya, egy nagy momentum gyertya, akár egy nagy leszúrás utáni visszatesz, addig tulajdonképpen mind a két irány játszik, és ebből a hold zónából kellene kitörni a hosszú távú folyamathoz, és ugye áttörni ezeket a szinteket, úgyhogy ez még egy jó ideig el fog tartani, mire ebből esetleg egy jó kereskedés lesz. Ahogy az előbb láthattuk, a dollárpárok is oldalaznak, a japán párok is oldalaznak, a CHF párok is oldalaznak, ezért nehéz most a kereskedés, és ezeket az időszakokat át kell vészelni, és tudni kell az ilyen időszakokban is, hogy hogy kell kereskedni, rövid távú kereskedésekben gondolkozunk, és gyorsan lezárjuk, hogy ne adjuk vissza a profitunkat. Jó, de megyünk tovább, euró CHF a következő. Itt is ugye nagy esésben volt a múlt héten, az euró gyengélkedett, viszont lejöttünk az inside báron belül a legmélyebb pontunkra, ugye az utolsó legmagasabb gyertyánk ez volt, és nézzük meg 1, 2, 3, 4 hete tulajdonképpen egy inside báron belül mozog az árfolyam. Itt volt egy nagy esés a múlt héten, és meglátjuk, hogy ez a szint tartja-e magát, vagy itt is esetleg jövünk tovább lefelé, akár visszatesztelve a korábbi mélypontot, ahonnan elindult az árfolyam. Itt azért ugye trendvonal környékén is vagyunk, és hogyha esetleg ez a szint tartaná magát, akkor itt is ugye oldalazás, és ebből való kitörés le lehetne játszani, ami még szintén odébb lesz, ahogy elnézem. Úgy tűnik, hogy a héten a CHF párokban sem kell nagyon kereskedéseket keresni, de azért gyorsan végignézzük a többit is. NZD CHF a következő. Itt is ugye egy kereskedési sávon belül vagyunk, tehát feljött az árfolyam idáig, és innentől kezdve egy oldalazásban vagyunk, és amíg ez a mélypont, ez a kereskedési sávunk szignifikánsan nem sérül lefelé, addig nem jövünk le, hanem itt pattogunk ebben a sávban. Itt is van egy utolsó, legmagasabb hetes gyertyánk, és az a kérdés, hogy a következő időszakban vissza tudunk-e zárni esetleg a szintek fölé, és lehet esetleg egy dupla V alakzat belőle, és akkor jövünk a sáv tetejéig, de ez még a jövő. Itt is ugye meg kell várni, hogy a héten hogy zár az árfolyam, úgyhogy törömesen megvárjuk, amíg ezek a gyertyák lezárnak. És akkor utolsó CHF párként ausztrál dollár CHF. Itt is ugye egy érdekes szakaszban vagyunk, áttörtük a szintet egy nagy lendülettel, és aztán a következő héten már vissza is jöttünk. Ugye itt is a 2 évvel ezelőtti sávba zárt vissza az árfolyam, és már kint is vagyunk a sávból. Viszont itt most van egy kis kanócos gyertyánk, ami akár jelzés értékű lehet, hogy esetleg újra fordulhat innen az árfolyam, de jöhetünk akár lefelé is, ebben még mind a két irány benne van. Lehet, hogy csak visszateszteljük ezt a szakaszt, ezt a 2 évvel ezelőtti mélypontot még egyszer, és aztán utána fordulunk újra lefelé, vagy pedig, ha vissza tudnánk zárni a szintek fölé, akkor mehetünk tovább a következő hetes szintig. Ugye egyrészt ez az esőtrendünk itt megtört, viszont fontos szintek környékén vagyunk, és nézzük meg, amikor éves szintekről beszélünk, hogy mennyit szórakozik, hány héten, hány hónapon keresztül táncol az árfolyam, és nincsenek konkrét irányok. Ezért nehéz a kereskedés, mert ezeket, hogyha nem látjuk itt a nagyobb idősíkon, hogy mi zajlik, akkor nem tudjuk eldönteni, hogy milyen irányba kereskedjünk, és hogy rövid vagy hosszú távú kereskedésekben gondolkozzunk-e. Ezzel a főbb devizapárokkal meg is vagyunk itt a hetes csárton, sajnos túl sok lehetőségről nem tudtam beszámolni, de azért vannak jelzések, hogy itt a következő hetekben esetleg, hogyha jól zárnak a hetes gyertyák, szintek fölé tudnak zárni, akkor akár jöhet hosszabb folyamat is, úgyhogy ezt kell megvárni türelmesen, és ilyenkor kevesebbet kell kereskedni, el kell engedni a piacokat, nem kell minden nap kereskedni, hanem mindig a jó kereskedésekre kell csak koncentrálni. Így át is megyünk a vegyes csártokra, és megnézzük, hogy mi a helyzet az arany, az indexek és egy-két devizapár piacán, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártokon. És már láthatjuk is az arany hetes csártyát, ugye pár héttel ezelőtt nagyon szépen felszúrt ide, és nézzük meg, gyönyörűen megcsinálta a hetes szintünket, tehát ezeket mindig megcsinálja, csak utána nem tudom, hogy szignifikánsan átviszi-e, vagy heves mozgással lefordul-e az árfolyam, és itt most az utóbbi történt, viszont ennek az utolsó, legmagasabb hetes gyertyának a mélypontja még nem sérült, múlt héten itt táncolt az árfolyam, és egy kis kanócos gyertyában zárt, tehát akár jöhet itt is egy kis fordulat, és egy kisebb visszateszt, tehát előbb-utóbb úgyis meg fogja csinálni még egyszer ezeket a szinteket, és a következő célár, hogyha ezt át tudja vinni, akkor pedig a tavalyi év legmagasabb pontja lesz. Ezért szeretem ezeket a szinteket, mert gyönyörűen működne, és ezért érdemes itt kiszállni mindig a szintek környékén, kicsit a szint alá berakni a TP-t, és utána nem kell ott lenni
hogy lezárjuk a pozíciónkat, hanem szépen át tudja szúrni, és lezárja gyönyörűen a profitot. Ez is egy újabb bizonyíték, hogy mennyire szépen működik a 7-es szinttől a 7-es szintig való hosszú távú kereskedés is, és ezekben jó benne lenni, viszont ezekből nem sok van egy évben, ezért kell nagyon jól szűrni ezeket a párokat, és a lehetőséget minél jobban megtalálni. Mivel itt sem látni zöld fordulós lezárt 7-es gyertyát, így már lapozok és tovább jöjjönnek az indexek, DAX-szal kezdünk. Itt ugye a múlt heti 7-es gyertya felszúrt, de nem tudta a testtel már átvinni, de jelenleg ez a legmagasabb gyertyaszintünk, és ennek a legmélyebb pontját követem, ugye addig, amíg fel nem érünk erre a fontos szintre, a tavalyi év legmagasabb pontjára, és egyben a 2 évvel ezelőtti szintre is. Úgyhogy itt most várnék egy kis visszatesztet, vagy pedig esetleg egy fordulós gyertyát, hogy a szintek felett tudunk maradni, és akkor utána esetleg újra gondolkozhatunk felfelé. Amíg ez nem jelenik meg itt a 7-es csárton, addig sok teendő itt sincs. Így már lapozok és tovább nézzük, mi a helyzet a Nasdaq házatáján. Itt ugye még mindig megvan a kis pozícióm, arról beszéltem, hogyha esetleg ez a stopom kibírja, nem jön vissza nagyon mélyen az árfolyam, akkor jó eséllyel itt is mehetünk tovább. Ugye áttörtünk egy belső nyakvonalat, és ennek a visszatesztje zajlik jelenleg. Hogyha nem lesz nagyobb mély visszateszt, akkor újra elindultunk felfelé, és a célárom továbbra is ennek a 7-es gyertyának a legmélyebb pontja lesz. Úgyhogy most még ebben egyelőre maradunk, meg kell várni, hogy itt lesz-e valamikor fordulós gyertya, és az abból való elindulást a kisebb idősíkon esetleg le lehet még kereskedni. Mivel elég csika tempó van a piacokon, ez azt jelenti, hogy sokkal tovább kell benne üldögélni a pozíciókban, de ettől függetlenül a piac így is úgy is teszi a dolgát, és szépen arra szolgatva előbb-utóbb fel fog érni erre a szintre. Úgyhogy megyünk is tovább, megnézzük, hogy mi a helyzet az S&P 500-nál. Itt is ugye már nem sok hiányzik, hogy megcsináljuk ezt a 7-es szintünket. Itt is volt egy kis lefordulásunk, itt is volt egy kis nyakvonalunk, és hogyha nem lesz nagyon mély visszatesz, itt is ugye egy zöld fordulós gyertya hozhatna meg esetleg az elindulást, addig, amíg ez nem történik meg, addig itt sem nagyon kereskednék, és itt azért elég közel vagyunk már egy fontos szinthez, ez már nem lesz annyira jó belépő szerintem. Itt a jó belépő ennél a visszatesztnél és az utolsó legmélyebb pontjánál volt, ugye itt volt egy 7-es gyertyaszintű, és amikor a szint fölé zárt az árfolyam, már itt be lehetett lépni. A trendvonal általában csak egy megtorpanás, tehát itt már komolyabb visszateszt nem szokott jönni, és türelmesen meg kell várni, hogy itt kitombolja magát, és utána be lehetett lépni, még itt a szintek környékén, tehát erre érdemes figyelni, hogy jól kell időzíteni a belépőnket, és akkor nagyon sokáig tudunk üldögélni benne, és hogy hány hét alatt ér el ide az árfolyam, annak viszont nincs semmi jelentősége. Ha jól időzítünk, akkor a stoppunk az ki fogja bírni, és csak türelmesen ki kell várni a folyamatokat. Ennyit az indexekről, megyünk tovább a GBP AUD, GBP NZD, EURAUD, EURNZD párokra. Itt érdekes szituációk vannak, ugye a GBP AUD-dal kezdünk. Itt a múlt héten 4 óráson ugye volt egy belépőm, viszont arra nem figyeltem én se, hogy nincs lezárt 7-es fordulós gyertyám, tehát ilyenkor mindenképp csak rövid távon lehet kereskedni, és bár most még egyelőre pluszban van az árfolyam, de jól láthatóan még ugye fontos szintnél vagyunk, egy 7-es szintnél, és ugye be volt szorulva az árfolyam egy fibó, és egy 7-es szint közé, és most már 3 hete itt oldalazik, itt föl-le járkál, és igazából nincsenek irányok, viszont most még egyelőre tartom ezt a pozíciót, majd a kisebb idősíkon megvizsgáljuk, ott jobban látszik a folyamat, tehát ezért nagyon fontos, hogy amikor ilyen fontos szintekre érkezik az árfolyam, türelmesen meg kell várni a fordulós gyertyákat, vagy pedig a szintörős, nagy marubazus gyertyákat, hogy menjünk a szintek fölé, mert akkor lesznek jó kereskedések. Itt ebben az oldalazásban csak csapkodások lesznek, nyilván 4 óráson rövid távon lehetett ezt kereskedni, és szépen pluszban már lezárhattam volna korábban is ezt a pozíciómat, de kíváncsi voltam, hogy kibírja itt a következő időszakot, és esetleg egy hosszabb távú folyamat elején benne tudok-e lenni. Mivel itt egy nagyon kicsi stoppal be tudtam lépni H4-en, ezért hagyom futni a pozíciómat, ha ki is stoppolodott, nagy veszteség nem fog érni, egyelőre még tartja magát a pozíció. Megyünk tovább a GBP-NZD-re, itt is nyitva hagytam még a kis pozimat, itt ugye már annyi a különbség, hogy van egy kis fordulós gyertyánk, viszont még mindig a 7-es szintek alatt vagyunk. Tehát ennek a nagy esésnek van egy utolsó legmélyebb 7-es gyertyája, és tulajdonképpen ez a gyertya még nem sérült felfelé, tehát inside baron belül vagyunk, ezért kell türelmesen megvárni, hogy legyenek ilyen folyamataink, de ez még önmagában nem jelent semmit, akkor ez csak érdekes a történet, hogyha már a szintek fölé tudunk zárni. Itt is ugye attól függetlenül, hogy ez a zöld gyertya megjelent, ez még simán jöhet újra lefelé, tehát még benne van a pakliban, tehát ezért kell nagyon óvatosan megvárni itt a szintek környékén, és ezekben az inside bárokban talán jobb nem is kereskedni, vagy tényleg csak rövid távon, és gyorsan eltenni a profitot.
Mivel itt napos szintek felett is voltunk, ugye, és a napos szint és a hetes szint közötti távolságot próbáltam lekereskedni, és még ugye benne van az esély, hogy simán fel tud ide szúrni, tehát meg kell várnom türelmesen, hogy legalább a hetes szintig rendesen eljön az árfolyam, ha csak közben le nem szakad, de mindenképp ugye a napos és a hetes szint közötti távolság az egy kereskedhető történet, de itt is most láthatóan. Most még egy kis mínuszban van a pozícióm, de itt is kis toppal dolgozom, úgyhogy nagy veszteség itt sem fog érni. Ez a két pár is nagyon jól mutatja, hogy amíg a hetes csárton nem alakulnak ki a megfelelő formációk, addig a kisebb idősíkon sem lesznek jó kereskedési lehetőségek, főleg nem inside báron belül, és csak itt üldögélek a mínuszba teljesen feleslegesen. Így a jövőben nekem is jobban oda kell figyelnem ezekre a jelzésekre, és tényleg inkább kevesebbet kereskedjünk, de azok legyenek jó kereskedések. Jó, akkor nézzük, milyen helyzet az eurpárokon. Euro-out-dal kezdünk. Itt is ugye múlt hét az egy kis shortos gyertyában végződött, hiába volt itt egyfajta fordulós gyertya, de jelenleg még ugye a nyakvonal felett vagyunk, tehát hogyha itt tartja magát az árfolyam, akkor újra lehet elindulás felfelé, viszont hogyha bejövünk véletlenül ide a szintek alá, akkor jöhet egy nagyobb lejtmenet is, mind a két irány benne van, meg kell várni türelmesen, hogy itt a következő napokban, vagy a héten hogy fog zárni ez a hetes gyertya, bejövünk a szint alá, vagy esetleg lesz fordulós zöld gyertya belőle, amíg ez nem történik meg, addig itt sem nagyon kell kereskedni. Lassan végigérek az összes páron, és jól látható, hogy mindenhol oldalazás van, vagy pedig inside báron belül vagyunk, ezért nehéz most a kereskedés, és ilyenkor türelmesnek kell lennünk, és megvárni a jó formációkat, és arra az egy-két lehetőségre koncentrálni csak, amit esetleg találunk majd itt menet közben. Így már lapozok is tovább, következő párunk Euro NZD. Itt is ugye nagyon szépen felzártunk erre a hetes szintre, és most innen lefordult újra az árfolyam. Itt ugye behúztam egy trendvonalat, tehát most alakul az folyamatunk, van egy lejövetelünk, van egy első lábunk, ugye ez megint egy Fibo 61-76 környéke, ha ráhúzzuk a Fibonacci-t, kell egy második láb, lehet, hogy még simán ide visszajövünk, és hogyha ez a szint tartja magát, akkor újra mehetünk felfelé. Itt is ugye egy belső nyakvonalon táncol az árfolyam, és ugye szignifikánsan nem tudja átvinni. Nézzük meg, ha behúzzuk erre a kanócra, már be is jöttünk a szint alá, viszont addig, amíg ezek a folyamatok ki nem alakulnak, és nem mutatja meg egyértelműen, hogy mi lesz az irány, addig ezeken a párokon nem szabad kereskedni. Hát sajnos túl sok jó lehetőségről eddig nem nagyon tudtam beszámolni, így megyünk is tovább, AUD/NZD-re is gyorsan ránézünk. Ezt a párt inkább csak dominancia szűrésre szoktam használni, nagyon kicsi elmozdulások vannak benne, és ugye a pip értéke is nagyon kicsi, ezért nem sokat szoktam kereskedni, nagyon ritkán vannak itt trendelős időszakok, ez egy szép lejövetel volt, de alapvetően egy nagyon oldalazós chartról beszélünk, ezért nem is nagyon szoktam az utóbbi időben figyelni. Ettől függetlenül itt is ugye feljöttünk egy nagyon szépen egy előző időszakra, itt most jött akár egy visszatér. Ha ez a szint tartja magát, akkor az abból való elindulásba mehetünk újra felfelé, de meg kell várni, hogy a következő időszakban mi lesz, tehát itt túl sok történés nincs egyelőre. Így megyünk is tovább a katpárokra, USA dollár, kanadai dollárra kezdünk. Ugye két héttel ezelőtt volt egy kis fordulós gyertyánk, de ez nem csak fordulós gyertya, hanem csak egy visszatesz gyertya is volt, és amíg a szintek fölé nem tud szignifikánsan zárni az árfolyam, addig ebből nem lesz úgymond fordulós gyertya, viszont ugye az előző mélypontunk még nem sérült, és ugye újra vissza tudnánk zárni a hetes szint fölé, testtel, mert ugye testtel még nem bírt fölé zárni, nézzük meg, több hete kanóca megszúrta, és ezért nagyon értékesek ezek a hetes gyertyák, mert jelzik, hogy testtel megyünk a szint fölé, vagy csak kanóccal, nem mindegy, mert ebből tudunk következtetni, hogy mire számíthatunk a következő időszakban, úgyhogy türelmesen meg kell várni, hogy itt a kisebb idősíkon mi történik, ezt majd a napos csárton fogjuk jobban látni, hogy mik lesznek a folyamatok, és a következő napnak köszönhetően ugye fontos hírek jönnek Amerikából, lehet, hogy simán újra el tud indulni felfelé, és akkor ebből lehet egy szép folyamat ide behúzni a trendvonalat, trendvonaltörés, szinttörés, és akkor mehetünk felfelé újra. Jó, következő katpárunk, GBP kad. Itt ugye van egy kis sortos történetünk, van egy utolsó legmagasabb hetes gyertyánk, annak a szintje sérült lefelé, viszont itt egy oldalazós sáv is van, ami fontos havi szint környéke, és visszateszteltünk egy előző csúcsot, amit áttört tulajdonképpen. Tehát én továbbra is valamilyen szinten még felfelé várnám majd az árfolyamokat. Az nem jelenti azt, hogy előtte nem lett benne egy kisebb visszateszt, de a napos csárton majd látni fogjuk, hogy ebbe a kereskedési sávba vissza tud-e térni az árfolyam a következő napokban, és akkor mehetünk újra felfelé. Tehát az azt jelenti, hogy visszatértünk a sávba, és csak egy oldalazó szakaszban vagyunk benne. Ezt a párt is majd a napos csárton lesz érdemes figyelni, mert nagyon sokszor előfordul, hogy áttörve a havi szintet, csinál egy fals kitörés, és aztán visszarántják az árfolyamot a szint fölé, és újra mehetünk tovább. Hogy ez meg fog-e történni, és milyen formában, azt nem tudom, de a napos csárton mindenképp erre majd érdemes lesz figyelni, mert fontos szinteknél jár az árfolyam.
Jó, következő párunk az eurókkal. Itt viszont azt láthatjuk, hogy itt már felérkeztünk a tavalyi év legmagasabb pontjára. Ugye még a GBP kadnál még van hely bőven felfelé az előző évnek a legmagasabb pontjához. Itt is ugye visszatértünk a 2 évvel ezelőtti sávba. Most lehet, hogy ennek a visszatesztje történik, és aztán utána újra megyünk tovább itt is felfelé. Bármi megtörténhet. A lényeg, hogy a GBP kadnál még van bőven hely felfelé. Tehát itt most egyelőre biztos, hogy nem bántanám ezt a párt, mert fontos éves szintnél vagyunk, és amíg egyértelműen nem zárunk itt is a szintek fölé, addig itt nem lesz jó kereskedés. Ha megnézzük az NZD kadot, itt is ugye szinte feljöttünk az előző év legmagasabb pontjára, fel is szúrtunk ide, tehát többi pár tulajdonképpen már mind felérkezett az előző évnek a szintjére, a GBP kad viszont még mindig nem. Tehát továbbra is ide várnám fel az éves szintek környékére. Tehát, hogyha kereskednék a kadpárok közül, akkor valószínűleg az USA dollár kadra és a GBP kadra figyelnék első körben. És akkor utolsó kadpárként jön az ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye nagyon szépen felérkeztünk a tavalyi év legmagasabb pontjára, és nézzük meg, innen le is fordult heves mozgással, tehát ezért érdemes mindig kiszállni az éves szintek környékén, mert itt általában meg szokott pihenni az árfolyam, visszajön egy kis visszateszre, aztán oldalazik, és aztán majd kiderül, hogy megyünk tovább felfelé, vagy esetleg lesz egy nagyobb visszatesz. Itt is van ugye 2 évvel ezelőtti mélypontunk, akár simán visszajött ezeknek a szinteknek a környékére, vagy a belső nyakvonalra, és lehet, hogy majd csak onnan fog felpattani az árfolyam. Tehát fontos szintek, éves szintek környékén érdemes mindig kiszállni. És akkor utolsó párként itt a hetes csárton jön az euró GBP, hogy ott mi a helyzet. Ugye múlt heti videóban is arról beszéltem, hogy a szintörés utáni visszateszteket meg kell várni. A múlt hét az szinte arról szólt, hogy visszajött ide az áttört csúcs környékére, és itt is ugye most arra kell várnunk, hogy ez a hét hogy fog zárni, pirosan vagy zölden. Hogyha zölden, akkor az azt jelenti, hogy továbbra is mehetünk felfelé, és a célára 2 évvel ezelőtti legmagasabb pont lesz első körben. Hát könnyen előfordulhat, hogy ez a hét még rá fog menni, mire esetleg lesznek szép fordulós zöld hetes gyertyák, amire majd esetleg be tudunk utána lépni, viszont ez nem jelenti azt, hogy rövid távon nem tudunk kereskedni. Ezt fogjuk most kideríteni a napos csártokon, hogy esetleg rövid távon hol lesznek jó lehetőségek, úgyhogy folytatás következik a napos csártokon. Akkor nézzük át még egyszer a teljes folyamatot, csak most már itt a napos csártokon. Itt gyorsabban fogunk haladni, mert egyértelmű lesz a setup, hogy tudjuk, hogy hol kereskedünk és hol nem kereskedünk. Ugye itt a múlt héten is arról beszéltem, hogy a 2 hónappal ezelőtti sávba vissza kéne térni az árfolyamnak, ahhoz, hogy esetleg hosszabb távú folyamatok el tudjanak indulni. Itt van az előző hónap legmagasabb pontja, mint rövid távú célár, a 2 hónappal ezelőtti szint is itt van, ami egybeesik a 3 hónappal ezelőtti mélyponttal. Tehát rövid távon csak idáig gondolkozik első körben, vagy akár feljöhetünk az áttört havi szintig is, bármi megtörtént, meg kell várni mindenképp a héten a kijövő híreket. A kérdés csak az, hogy egyből megyünk tovább, vagy pedig esetleg lesz előtte egy kis visszatesz, és csak utána megyünk esetleg tovább. Ezt meg kell várni, addig viszont nehéz megmondani, hogy mi lesz az adott irány. Viszont jelenleg a 7-es szint felett is van az árfolyam, és hogyha a szint fölött tud maradni, akkor mindenképp további emelkedésben gondolkoznék. És akkor ennek fényében gyorsan végignézzük szokás szerint itt is a dollár, japán és CHF párkat, úgyhogy vágjunk is bele. Ahogy a pénteki videóban is említettem, hogy az első és legfontosabb lépés, hogy az árfolyamnak a napos szint felett kell lennie, addig nem foglalkozok az adott párral, amíg a napos szint felett nincs legalább. Aztán megnézem, hogy hol van a 7-es szinten, mekkora távolság van a 7-es és a napos szint közötti távolság között, és azt esetleg le lehet kereskedni, hogyha van elég távolság, ha nem, akkor pedig türelmesen megvárjuk a folyamatokat, a visszateszteket és az abból való elindulásokat. Tehát itt igazából, hogyha csak a napos csártokra koncentrálni, akkor is tudnék kereskedni, mert itt, ha semmi más nem csinál, csak a folyamatokat megvárom, az alakzatokat megvárom, át tudom helyezni a trendvonalat, és az abból való kitörés után felfelé megy az árfolyam, akkor jó eséllyel felfelé tudunk kereskedni, és akkor tudjuk, hogy hol vannak a következő célláraink igazából. Tehát a napos csártot ezért szeretem, mert itt tudom szűrni a legjobban, hogy hol vannak elindult folyamatok, és hol nincsenek. Akkor kezdjük a dollárpárokkal, GBP/USD az első dollárpárunk. Itt ugye láthatjuk ezt az oldalazást, most már egy jó ideje, nem tudta áttörni ezt az utolsó legmélyebb napos gyertya a szintünket, visszafordult az árfolyam. A kérdés csak az, hogy most jövünk le ide, esetleg visszateszteljük az előző hónap mélypontját. Ugye itt is arról beszélek, hogy van egy kereskedési sávunk, és nézzük meg, ennek a legmagasabb és a legmélyebb pontja között van az árfolyam, tehát oldalazunk, nincsenek trendirányok, mert trendirány csak akkor lesz, amikor csúcsok és völgyek sérülnek, vagy felfelé, vagy lefelé, tehát amíg szignifikánsan nem mozdul el valamelyik irányba, addig tulajdonképpen egy oldalazó szakaszban vagyunk, és ilyenkor én nem szeretek kereskedni, megvárom türelmesen, hogy lejöjjön egy fontos szintre, az innen való felpattanás kereskedném majd újra felfelé, és akkor ebből is lehet egy szép W alakzat,
Tehát rövid távon ugye arról beszéltem, hogy dollár erősödése számítunk, ami azt jelenti, hogy akkor lefelé jön az árfolyam, akár visszatesztelve az előző hónap legmélyebb pontját, és innen még bármikor újra fordulhat felfelé az árfolyam. Itt most két dolog történhet, vagy lejövünk erre a szintre a következő napokban, vagy pedig esetleg, hogyha olyan hírek jönnek, akkor újra egy momentum gyertyába a szint fölé fogunk zárni, és akkor simán csak egy alakzat volt, első láb, második láb, nem sérült az előző mélypont, és aztán megyünk tovább felfelé, hogy melyik fog megvalósulni, azt előre nem tudom megmondani, de előbb-utóbb ki fog terülni, hogy melyik szenárió lesz az aktuális. Viszont amíg nincs egyértelmű jelzés, megyünk tovább, következő párunk euró, USA dollár. Itt ugye elindult a folyamat lefelé, visszatesztelte a 2 hónappal ezelőtti legmagasabb pontot, amit áttört. Tehát tulajdonképpen most még simán trendben vagyunk, mert ugye magasabb csúcsok, magasabb völgyek vannak, és amíg ez a szint nem sérül, addig tulajdonképpen trendirányban vagyunk. A kérdés csak az, hogy mennyire mélyen jövünk ide vissza. Lehet, hogy most lesz egy kis visszateszt itt felfelé, és majd a második menetben egy ABCD alakzatba jövünk le az előző hónap szintjére. Vagy esetleg, ha a szint felett tud maradni az árfolyam tartósan, akkor akár mehetünk tovább újra felfelé. Így a jó belépésekre még itt is várni kell, NZD USD a következő, itt is hasonló, mint a GBP USD-nél, ugye egy kereskedési sávban vagyunk, csak ez egy kicsit szűkebb sáv, és nézzük meg, hogy milyen gyertyákat alakít ki a napos csárton, nem történik semmi. Ugye áttörtük a trendvonalunkat, tehát ennek a visszatesztje simán megtörténhet, akár a napos szintig is, és aztán utána lehet, hogy ABCD alakzatban jövünk újra lefelé, mivel bejöttünk a 2 hónappal ezelőtti sávba, és ugye ide simán visszaszúrhat még az árfolyam. Lehet, hogy lesz egy leszúrás előtt, és majd csak lehet, hogy utána megy tovább, bármi megtörténhet, nem látom a jövőt, viszont egyértelmű technikai kép itt sincs, amit tudnék kereskedni. Ahogy az előbb a hetes csártokon is említettem, a dollárpárokkal nem valószínű, hogy kell a héten foglalkoznunk, meg kell csinálni azokat a folyamatokat neki, amiből majd később esetleg el tud indulni valamilyen irányba, addig viszont türelmesen várunk, így megyünk tovább, megnézzük az utolsó dollárpárunkat, ami nem más, mint az ausztrál dollár, USA dollár, itt is ugye 2 hónappal az előtti csúcsot áttörve, most szépen visszatesztelt az árfolyam, itt viszont már van egy szép kis alakzatunk, amiből lehet esetleg egy jó belépő is, és rövid távon akár jöhetünk itt is újra felfelé. Tehát ezért fontos értelmezni, hogy mi történik a csártokon, mert amíg az újabb szintek sérülnek, a visszatesztek után ez lesz az én diszkontárom. Tehát nem itt kapkodok már bele a tetején, hanem megvárom ezeket a folyamatokat, és nézzük meg, hány napnak kellett eltennie, mire ebből esetleg lesz egy jó, rövid távú kereskedés. És aki ezt nem várja meg, belekapkod itt ezekben a folyamatokban, azoknak sosem lesz igazán sikerélményük, mert nem tudják kivárni türelmesen ennek a folyamatnak a kialakulását. Mivel a héten fontos adatok jönnek Ausztráliából, ezt a párt esetleg érdemes figyelemmel kísérni, hogy lesz esetleg egy rövid távú kereskedésre lehetőség. Itt a technikai kép elég szép, ahhoz képest ugye, hogy a többi hogy néz ki, mert itt tulajdonképpen csak visszajöttünk az áttört csúcsoknak a visszatesztelésre, és alakul a folyamatunk. Tehát itt már lesz egy kis belső nyakvonalunk, lesz hova behúzni egy altrend vonalat, és ha ennek a szintje törik felfelé, akkor rövid távon akár a napos szintig lehet kereskedni. Tehát a dollárpárok közül még ez az egyetlen olyan pár, amiben esetleg látok fantáziát, de megyünk tovább, jöjjenek a japán párok, USA dollár, japán jen. Itt ugye nem csak napos szint felett vagyunk, hanem hetes szint felett is vagyunk, hanem is sokkal, és ugye arról beszéltem a múlt héten is, hogy visszatértünk ugye a 2 hónappal ezelőtti sávba, áttörtük a szintet, visszateszteltük, és én ezeket a folyamatokat keresem, hogy hol jönnek azok a visszatesztek itt a szintek környékén, és itt ugye mai napi gyertyában ez egy szép kis folyamat lehet, viszont elég közel van a következő hónap szintje, ez nem biztos, hogy a legjobb kereskedés lesz, viszont ha ezt át tudná törni, akár egy fals kitörése, az abból való visszateszt, visszateszteljük ezt a nyakvonalat, na az lenne egy jó kereskedés, és akkor mehetnénk egy hosszabb távú folyamatra, ami mondjuk a 2 hónappal ezelőtti legmagasabb pont, ami nagyjából egybe is esik a 3 hónappal ezelőtti mélyponttal. Azt hiszem, itt elég egyértelmű, hogy az árfolyam rövid távon merre akar menni, tehát erre párra érdemes lesz figyelni, megyünk tovább, következő párunk GBP japán. Itt van ugye még a nyitott pozim, egyelőre úgy tűnik, hogy tartja magát ez a napos szintem, nézzük meg, itt táncolt az árfolyam, alájött még egyszer, és amikor már ráül a szintekre, és testtel nem jön a szint alá, az egy jelzés érték, viszont itt van még egy fontos havi szintünk, tehát vissza kéne zárnunk ebbe a havi sávba, visszateszt és abból való elindulás lehet, mivel itt elég közel van az előző hónap szintje, türelmesen megvárnám, mert ez egyfajta belső nyakvonal, és ugye egy dupla ajról is beszélhetünk, meg egy M-betűs alakzatról is, és ugye mindig a második elindulás lesz az érdekesebb, tehát itt figyelnék majd most a következő napokban, hogy a híreknek köszönhetően esetleg vissza tudunk-e zárni, mert akkor szépen újra el tud indulni az árfolyamunk felfelé, és akkor megúsztam itt a kis toppolódást.
Tehát itt a japán pároknál lehet egy-két rövid távú lehetőségünk, euró japán a következő. Itt is ugye jól látható a mai napi gyertya gyönyörűen visszazárni próbál a havi szintre, tehát itt is a havi szinten táncoltunk. Itt is azért várni majd egy visszatesztet a holtsából való kitörés után rövid távon a napos szintekig lehet kereskedni. Erre is érdemes lesz majd figyelni. Mindig azt kell nézni, hogy melyik lesz a domináns a négy pár közül, és melyikben van jobb technikai kép, ami alapján esetleg könnyebben be tudunk szállni. Úgyhogy itt a japán párokban akár rövid távon jöhetnek jó belépők. De még van két japán párunk, az első az NZD japánje. Itt is nézzük meg, milyen szép kis momentum gyertya készülődik. Itt is van egy belső nyakvonalunk, ugye volt egy első láb, egy második láb, az előző agy nem sérült, be tudtam húzni egy trendvonalat, napos szintek felett vagyunk, tehát ezek mindenképp jelzésértékű dolgok. Ugye általában, amikor, hogyha így is zárna a gyertya, az önmagában nem jelenti azt, hogy itt most nem lesz esetleg még visszateszt, akár visszatesztelhetjük ugyanúgy trendvonalat, és majd lehet, hogy csak 2-3 nap múlva fog elindulni az árfolyam. Itt jön be az a mentális rész, hogy most ebbe érdemesebb belépni, vagy érdemesebb türelmesen várni egy kisebb visszatesztre és az abból való elindulásra. Mivel előre nem tudhatjuk, ez hogy fog lezajlani, ezért két dolgot tehetsz, vagy belépsz itt, és egy nagyobb stoppal esetleg kiülöd a dolgot, és teljesen mindegy, hogy a következő napokban mi fog történni, mert a szándékot látjuk, hogy nagy valószínűséggel felfelé fog menni az árfolyam, de hogy itt is itt van az előző hónap szintje, ezt is át kéne törni, ebből még simán visszajöhet egyszer, tehát ez egy hosszú folyamat lesz, de mindenképp jelzésértékű ez a gyertya, az biztos. Viszont ahogy az előbb a hetes csárton láthattuk, ugye lezárt hetes gyertyák még nincs, tehát ezek még nem biztos, hogy hosszú távú folyamatok lesznek, ezért érdemes megvárni akár a hétvégét is, szerintem akkor sem maradunk le semmiről, de rövid távon lehet, hogy egy-két napig lehet majd ebben is kereskedni. És akkor utolsó japán párunk, ausztrál dollár japán, itt viszont már oldalazunk egy ideje, de a havi sávban még nem tudtunk visszazárni, itt is ugye van most már egy kis trendvonalunk, és a mai napi gyertya az mindenképp előremutató. Tehát itt is ugye kellene egy fontosabb gyertya, ami áttöri ezt a szintet, abból való visszateszt után elindulás, és mivel fontos hírek jönnek a héten Ausztráliából, ez akár a héten meg is történhet, úgyhogy két hónap oldalás után lehet, hogy a harmadik hónapban lesz egy jó kereskedésünk. Viszont a legbiztonságosabb az lenne, hogyha megvárnánk a hetes gyertyák zárását, hogy a szint fölött tud-e zárni testtel vagy sem, mert lehet, hogy most itt egy napig megy a zárfolyam, aztán utána fogja magát lefordul, és a hetes gyertya csak egy kanócos gyertya lesz, de teste nem tud a szint fölé zárni, bármi megtörténhet. Tehát ezért érdemes a hetes fordulós gyertyákat megvárni, és az abból való visszatesztek után kereskedni inkább. Ezek a gyertyák ettől függetlenül mindenképp beszédesek, tehát azért ezekre a párokra majd érdemes lesz figyelni. Ennyit a japán párokról. Megyünk tovább a CHF párokra, USA dollár CHF. Itt is ugye napos szintek felett vagyunk, de jól láthatóan még a hetes szintek alatt, ugye az előbb láthattuk, hogy egy inside báron belül vagyunk, viszont itt is ugye a két hónappal ezelőtti mélypontra jött vissza az árfolyam, erre ült most fel, és itt igazából nincs egyelőre forgalom. Ide is be lehet húzni egy kis trendvonalat, és meg kell várni, hogy a következő napokban a szint fölé tud-e zárni, itt a kis belső nyakvonalá fölé tud zárni, és abból való visszatesz után mehetünk újra felfelé. Itt is elég közel vannak a következő hónap szintjei, tehát igazából itt nagy elmozdulásra nem számítanék. Itt is várjuk azt, hogy legyen egy zöld fordulós gyertya, akár még inside báron belül, mert az jelezheti esetleg, hogy újra elindulhatunk majd felfelé. Tehát nem biztos, hogy ez a hét még arról fog szólni, hogy itt nagy kereskedések lesznek. De mivel napos szintek felett vagyunk, ezért mindenképp ezt is érdemes figyelemmel kísérni. GBP-CHF a következő, itt viszont oldalazunk egyelőre, és visszajöttünk a napos szint alá. Tehát amíg itt a következő napokban nem lesz itt egy momentum gyertya, addig itt sem gondolkoznék. Ugye erről beszéltem a pénteki videóban. Ha a szint fölé tudnánk zárni, akkor lesz egy kis belső nyakvonalunk, ide be tudjuk húzni majd a trendvonalat, és az ebből való kitörés után esetleg jöhet egy nagyobb menet is. Ez is még eltart egy ideig, mire ez ki fog alakulni. Viszont a szűrés nagyon egyszerű itt a napos csárton, amelyik a napos szint felett van, arra figyelünk, amelyik nincs, azzal nem kell egyelőre foglalkozni, így megyünk is tovább, euró, CHF a következő, itt is ugye egy lejtmenetben vagyunk, egy oldalazó sávban, tehát nincs miről beszélni, elég csúnya a csárt, tehát ezt most biztos nem bántanám egy darabig, és ha megnézzük az NZD CHF-et, itt viszont lassan, de alakulóban van, hogy visszazárhatunk a havi szintek fölé, hogy itt a pár hónappal ezelőtti legmélyebb hónap volt, és itt táncol az árfolyam, most már nézzük meg 1-2-3 negyedik hónapja. De itt is jó eséllyel kialakulhat az a bizonyos W alakzat. Ahhoz viszont elő itt is kellene majd ennek a szakasznak mondjuk egy 50-61-76-os fibóra följönni, visszateszt, behúzom a trendvonalat és az abból való elindulás.
És jól látható, a jó kereskedésekhez mennyi időt kell várni, mire ezek a folyamatok kialakulnak, mert ezekben itt nem lesz jó kereskedés. Ebben megint nem lesz jó kereskedés, majd akkor lesz kereskedés, ha ezek már kialakultak, és az abból való elindulás lesz a jó kereskedés. Addig viszont ezeket türelmesen meg kell várni. Mivel a piacokon nincs igazán forgalom, ezért egy jó időszak arra, hogy gyakoroljuk a türelmet, és ilyen időszakokban, ilyen oldalazós, csapkodós időszakokban sokkal türelmesebbnek kell lennünk, és sokkal kevesebb lehetőségünk lesz a kereskedésre, és így jön be a türelem és az önfegyelemnek a magas szintű fejlesztése. És akkor utolsó CF párként AUD CHF, itt is ugye visszajöttünk a havi sávunkba, ugye ez a 2 hónappal ezelőtti volt a legmélyebb hónapunk, itt van a havi szintünk, tehát van egy kereskedési sávunk, és nézzük meg, 1 hónap, 2 hónap, nem történik semmi. Amíg újra nem megyünk a havi szintek fölé, addig itt sem lesz jó kereskedés. És ugye tudjuk, hogy az AUD CHF egy fontos éves szint környékén is van, úgyhogy türelmesen meg kell várni az egyértelmű jelzéseket, addig viszont itt sincs teendő. Ennek a párnak ez volt a múlt heti teljesítménye. Teljesen kereskedhetetlen. Ezért nem kell kereskedni az ilyen párokon, ahol nincsenek momentumok, nincsenek szinttörések, nincs trendvonal lehetőség behúzása. Türelmesen várunk, és ezekkel a napokkal nem tudunk mit kezdeni, ilyenkor nem lehet kereskedni, el kell engedni. Hát ennyit a főbb devizapárokról, egyedül a japán párokban látok egy kis mozgolódást, tehát azokra a párokra lesz érdemes figyelni, de nyilván a héten kijövő híreket még bármikor boríthatják, és lehet, hogy más devizapárokon is belendülhet az árfolyam, viszont addig, amíg ezek a jelzések nem jönnek meg, addig nincs teendő, mint türelmesen várni, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártokon. És már folytatjuk is az elemzést az arany napos csártyán. Ugye láttuk az előbb a hetes csárton egy fontos hetes szintünk is van, viszont van egy fontos havi szint is, és ezen táncol most az árfolyam. Egyelőre nincs forgalom, van egy napos szintünk, tehát ide várnám fel első körben rövid távon, ebből jöhet még egy lefordulás, behúzzuk a trendvonalat, és ugye tudjuk azt, hogy felfelé még van bőven hely, amíg ezek az alakzatok nem alakulnak ki, addig itt nincs sok teendő egyelőre. Így megyünk is tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk, itt vagyunk a napos csárton, és ugye arról beszélek már egy ideje, várnék egy visszatesztet, és abból való elindulást, amíg ezek a visszatesztek nem történnek meg, addig valószínűleg itt csak csapkodás lesz, úgyhogy türelmesen várunk, tehát ezzel az instrumentummal egyelőre nem kell foglalkozni. Ha megnézzük a NASDAQ-ot, itt ugye folyamatosan megy a pozícióm, és egyelőre úgy tűnik, hogy felfelé próbálkozik az árfolyam, hogyha ezek a szintek tartják magukat, akkor gyönyörűen mehetünk tovább itt is, és egyelőre a stopom nullába van húzva, tehát nagy baj már itt nem érhet, és ha megnézzük az S&P 500-at, akkor ott viszont azt látjuk, hogy itt már nem sok hiányzik, hogy megcsinálja ezeket a szinteket. Itt is ugye előző hónapok szintjeit törte át, és most azt teszteli vissza. Tehát nekem mindig ezekre a diszkontárakra, ezek a diszkontárak, ezeket keresem. Amíg ez nem alakul ki, itt is itt van a diszkontár, itt is itt van a diszkontár, meg itt is itt van. Amíg ezek nem alakulnak ki, addig nincs értelme kereskedni, ezeket a folyamatokat türelmesen meg kell várni, és az abból való elindulás lehet csak kereskedni. Ennyit az indexekről, megyünk tovább a GBP-AUD, GBP-NZD és az EURAUD, EURNZD párokra. GBP-AUD-dal kezdünk, ugye itt van egy nyitott kötésem, itt van egy fontos hetes szintünk, egy fontos FIBO szintünk, egy fontos havi szintünk, meg egy napos szintünk, tehát itt eléggé be van sűrűsödve a történet. Kicsit összefúzom a csártot, akkor látjuk azt, hogy a pár hónappal ezelőtti legmélyebb hónap szintjén táncol az árfolyam, nem igazán tudta eddig átvinni. Hogyha a szintek fölé kerülne, akkor lehetne esetleg egy hosszabb távú folyamatról beszélni, ezért használok ilyen helyzetekben kis stoppokat, mert nem akarok többet veszíteni, ha esetleg mégsem úgy alakul. Mivel fontos hírek jönnek Ausztráliából is, jöhet egy csapkodás, simán leszúrhat és kistoppolódhatok, ezért ilyenkor egyszerűbb, hogyha kis stoppot használunk, és utána megvárjuk a nagy elmozdulásokat, vagy itt most még nullába simán ki tudnék szállni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a nap végén hogy zár a gyertya. Jó, megyünk tovább a GBP-NZD-re. Itt is van még egy nyitott pozíció, itt egy kicsit mínuszban vagyunk most. Bejöttünk a napos szintek alá, de türelmesen megvárom, hogy a nap végén hogy fog zárni. Ugye a napos és a hetes szint közötti távolságot szerettem volna kereskedni. Nagyjából majdnem meg is csinálta, de felszúrt, de nem teljesen idáig. Úgyhogy meglátjuk, hogy itt a nap végén hogy zár a napos gyertya, és a következő napokban esetleg tud-e újra a napos szintek fölé zárni az árfolyam, akkor vagy kiülöm, vagy pedig itt kis stoppal eladom a történetet, és majd keresünk egy másik belépőt. Ennek a párnak elég csúnya a grafikonja, jól látható, hogy komoly oldalazásban van az árfolyam, és csak csapkodás megy, ettől függetlenül teszi a dolgát. Megyünk tovább, Euro Auda következő. Itt is ugye megvolt az első lábunk, a felpattanásunk a napos szint törése után, és most ilyen kis ABCD alakzatban jövünk újra lefelé.
Amíg ez a naposzint tartja magát, addig tulajdonképpen ebből a holtsábból való kitörés után újra akár elindulhat felfelé az árfolyam. Tehát erre kell figyelni, hogy a következő napokban itt a szintek felett tud-e maradni az árfolyam. És nézzük meg, itt is ugye volt egy nagy lejövetel, A, B, C, D alakzatban lejött az árfolyam, utána meg volt a kis első lábunk, lefordult innen, és most újra próbálkozik lefelé, és már hány nap telt el, és ezek kereskedhetetlen szakaszok, és majd amikor ebből ki tudunk törni, az lesz a jó kereskedés. Így néz ki a piaci helyzet jelenleg. És ami hiányzik még nagyon ugye a hetes csártokon azok a bizonyos fordulós gyertyák, viszont ahhoz, hogy ez kialakuljon, itt is előbb meg kell csinálni a kisebb idősíkon a folyamatait, és majd csak utána lesz esetleg egy szép kis fordulós zöld gyertyánk a hetes csárton, addig viszont megyünk tovább, Euro NZD. Itt is ugye oldalazik most már jó ideje, ez, hogy egy hónap, két hónap, három hónapja tulajdonképpen nem megy sem erre az árfolyam. Tehát ezek kereskedhetetlen szakaszok, nincs értelme addig foglalkozni, amíg egyértelmű elmozdulások nem lesznek, és ezt a hetesen, meg majd a naposon a momentum gyertyákban fogjuk látni. Amíg ez nem jelenik meg, addig ezeken a párokon nem szabad kereskedni. Jó, még gyorsan ránézzünk az AUD NZD-re, és hogy itt a napos csárton mit mutat. Itt is ugye már egy ideje szórakozik az árfolyam, a hetes csárton láthattuk, hogy előző fontos csúcsoknál vagyunk, és itt a csúcsoknál mindig beoldalazik az árfolyam, ezt a pénteki videóban is mutattam. Itt várnék egy visszatesztet, és az abból való elindulás lehet majd egy következő menet. Addig viszont türelmesen várunk, így megyünk tovább a katpárokra. USA dollár kaddal kezdünk, itt viszont annyi az érdekesség, hogy az előző időszak mélypontja még nem sérült, lenéztünk ide, de vissza is kerültünk ide a sávba, itt most van egy kis belső nyakvonalunk, ugye, és jó esélye, hogyha esetleg itt a napos szintek felett tud maradni az árfolyam, ugye láthattuk, hogy itt fontos hetes szintek is vannak, akkor jó esélye, itt is elindulhat majd felfelé az árfolyam, viszont ahhoz előbb ki kell tölteni ezt a hold zónás szakaszt, és utána vissza kell zárni a havi szint sávjába, akkor lesz érdekes. Amíg ide fel nem kerül az árfolyam, ide a trendvonal környékére, ezekből nem lesznek jó kereskedések. Így már megyek is tovább, GBP-k a következő. Ugye itt erről beszéltünk a múlt héten, a múlt hétnek a híreknek köszönhetően beszakadta az árfolyam, viszont ez semmi más, mint egy kis dupla aj, jó esetben, hogyha ez így marad, és itt van ez a bizonyos előző hónap szintje, tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy ezből short legyen, az ennek a havi szintnek kellene sérülnie, visszateszt és az abból való elindulás, és itt már nem jövünk be mélyen a sávba, akkor lesz ebből short, addig viszont egy kereskedési sávban vagyunk, mégpedig ennek a színnek a környékén, és ugye mindig arról beszélek, hogy itt a második lábnál szokott jönni ez a bizonyos leszúrás, heves mozgás, majd visszarántják a nap végére, vagy akár a hétvégére, és a kanócos gyertya után fog elindulni felfelé az árfolyam, és akkor ebből is lehet egy nagyon szép kis W alakzat, viszont itt már alakul egy kis belső nyakvonalunk, ide be lehet húzni majd a trendvonal, és az ebből való elindulást lehet majd kereskedni, itt is nyilván a nyakvonal fölé kell, hogy zárjon az árfolyam, abból való visszateszt lesz a jó belépő, és utána tudunk felfelé kereskedni majd, de meg kell várni, hogy itt a következő napok milyen mozgásokat hoznak. Így itt sem tehetünk más, mint hogy türelmesen várunk, megyünk tovább, eurókad a következő. Itt is ugye egy oldalazó szakaszban vagyunk, és még alapvetően nagyon nem tudott beszakadni az árfolyam, előző hónap mélypontján vagyunk, tehát itt is várnék egy heves mozgást, mielőtt esetleg látunk valamilyen irányú elmozdulást. NZD-kad a következő. Itt is ugye hasonló a technikai kép, mint a GBP kadnál. Itt is ugye egy kereskedési sávban vagyunk, és jó eséllyel itt is ugye zárhatunk vissza az előző hónapnak a sávjába. Tehát ezért kell türelmesen megvárni ezeket az oldalazásokat, mert ez semmi más, mint csak egy megpihenő szakasza az emelkedő trendnek, és az abból való későbbi elindulás lesz majd egy szép menet. Ugye mindig itt a második láb környékén keresünk majd a jó belépéseket. Az utolsó katpárként jöjjön az ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt egy kicsit ilyen trendelősebb szakasz látható, hogy a két hónappal ezelőtti csúcsot tört át az árfolyam, és annak a visszatesztje zajlik most. Itt már alakulgat egy ilyen kis dupla ajszerűség, meglátjuk, hogy ez tartja magát. Itt van a korábbi, ugye legmélyebb napos gyertya szintünk, ide még simán leszúrhat akár egy heves mozgással a híreknek köszönhetően, és lehet, hogy az abból való elindulás lesz majd utána a jó kis menet. Úgyhogy erre majd érdemes lesz figyelni, tehát itt az ausztrál dollár, kanadai dollár párra is érdemes figyelni, mivel héten ugye ezen is jönnek hírek, tehát mindenképp megvárnám, hogy legyenek folyamatok. Ide be lehet húzni majd ugye egy trendvonalat, és a trendvonal zónájából való kitörés után lehet majd kereskedni felfelé.
Ennyit a kattpárokról, és akkor végezetül gyorsan ránézzünk az EUR GBP-re, hogy ott mi a helyzet. Itt is ugye meg volt 2 héttel ezelőtt ez a nagy emelkedés, és most annak a visszatesztje zajlik. Előző csúcsföldi elemzés, ugye ez volt a kereskedési sávú, szignifikánsan nem tudott kitörni ebből a szintből az árfolyam, és vissza is jöttünk a sávba. Itt most ugye megint a trendvonal környékén vagyunk, itt várni megint egy heves mozgást, egy kis kanócos gyertyát visszatesz, és az abból való elindulást kereskedném, és amint ugye a szintek fölé zárunk, az előző csúcsok fölé zárunk, visszatesz, és az abból való emelkedésben lehet majd kereskedni, de ezeket itt is meg kell várni, ezeket a folyamatokat türelmesen. Ezzel a vegyes csártokon is végigértünk, sajnos túl sok lehetőségről nem tudtam beszámolni, viszont azért egy-két lehetőség van kialakulva itt a vegyes csártokon, és a főbb devizapárokon is, ugye japán párokra lesz érdemes figyelni. Első körben ezek csak rövid távú kereskedések lehetnek, amíg a hetes gyertyák meg nem mutatják a hosszabb távú irányokat, úgyhogy ez alapján kell majd kereskednünk a héten. Mi gyorsan átmegyünk a kriptovalutákra, és ezzel nagyjából fel is készültünk a hétre, úgyhogy folytatás következik a Bitcoin csártyán. És már láthatjuk is a Bitcoin napos csártyát, semmi más nem történt, mint áttörtük az utolsó legmélyebb hónap szintjét, és annak a visszatesztje zajlik. A kérdés csak az, hogy a szint felett tud-e maradni az árfolyam, ha igen, akkor egy rövid távú kereskedés akár jöhet ebben is, a következő szintig, ahonnan lefordult az árfolyam, de egyelőre annyira nincs forgalom benne, hogy szerintem kár vele foglalkozni. Ha megnézzük az Ethereumot, itt ugye még át se tudta törni a legmélyebb hónap szintjét, hanem minden le is fordult az árfolyam, és jól látható, hogy azok a szintek, amiket használok a Forexben, ugyanúgy működnek a kriptovalutákban is. És akkor még gyorsan végezetül ránézünk a Ripple-re, hogy ott mi a helyzet, hát ott is igazából csak haldoklik a történet, nagyon picit visszaereszkedett az árfolyam, és tulajdonképpen az előző hónap sávjában oldalazunk egyelőre. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy forgalom tekintetében nem állunk jobban, mint a múlt héten, viszont azért most a héten fontosabb hírekre is számíthatunk, és bízom bennem, hogy ezek esetleg segítik majd a folyamatainkat, és lesz egy-két rövid távú belépési lehetőség, viszont amíg ezek a momentumok nem jönnek meg, addig teljesen felesleges a gép előtt ülni, mert sem kisebb idősíkon, sem nagyobb idősíkon nem lesznek jó kereskedések, amíg a szükséges folyamatok, technikai képek nem alakulnak ki a belépéshez. Most a kereskedések helyett a türelmet és az önfegyelmet gyakoroljuk, így próbáljuk leküzdeni a kereskedési kényszerünket, mert amíg a feltételek nem adottak, addig nem szabad belépni, és teljesen felesleges egész nap a kép előtt ülni, amíg a napos gyertyák meg nem jönnek, az pedig a nap végén fog csak megjönni, addig teljesen felesleges ezekben a párokban bármiféle lehetőséget keresni. Nem sokára kiderül, hogy a kedd és a szerda hírek mennyire tudják majd megmozgatni a piacokat, és elég lesz este ránézni a napos gyertyák zárására, hogy hogy alakulna, és utána eldöntjük, hogy belépünk-e rövid távon vagy sem. Úgyhogy ennyi volt a mai körkép, köszönöm szépen a mai figyelmet, és hogyha bármi változás lesz a héten, vagy bármi lehetőséget látok, akkor azt pedig igyekszem a Facebook és az Instagram oldalamon időben jelezni. Ezzel a mai körkép véghez is értünk, hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok! Thank you.